Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Varga Szabolcs vagyok, köszönöm szépen a bemutatást. Hát igen, a egykori nevén a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézeteből lett egy nagyon nehezen dekódolható munkahelyi név. Ez a Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak a Történettudományi Intézete, ahol dolgozom, török korral foglalkozom, koraújkorral, és azért merészeltem ajánlani ezt az előadás témát önöknek, mert volt szerencsém az elmúlt években gyakran, illetve mélyebben elmélyedni a Zrínyi családnak a történetében, különösen a szigetvári hős Zrínyiről van szó, és úgy gondolom, hogy nem érdektelen talán egy pár dolgot abból a tapasztalatból előszedni, ami akkor ért, amikor megpróbáltam valamiféle történetben elmesélni Szigetvári Zrínyi Miklósnak az életét. Nem kell őket bemutatni, hogyha a Zrínyi családról beszélünk. Szerencsére ma még az általános közismeretnek a része felismerni mind az idősebb, mind a dédunok a költő Zrínyi Miklósnak a portréját, akár úgy is, hogy nincsen aláírva a nevük, hiszen az elmúlt évszázadokban azt mondhatjuk, hogy a 16-17. Század legismertebb történelmi szereplői lettek, akik a mai magyar közgondolkodásban, a mai magyar történelmi emlékezetben talán fontosabb szerepet is visznek, mint az ebben a korban uralkodó több királyunk, hiszen nem biztos, hogy egy második Mátyást vagy egy negyedik Ferdinándot bárki kapásból csak az arckép alapján felismerne. Lehet, hogy első Ferdinánd és Lipót királyunk, első Lipót a kettő olyan uralkodó ebből az egész török korból, akire ezt rámernénk mondani. Látszik, hiába nem uralkodói családról van szó, sőt, ha jobban elmélyednénk mind a két személynek a hivatal viselésébe, akkor azt láthatjuk, hogy bár előkelők, de mégsem annyira kiemelkedő személyiségei vagyonban, befolyásban a korabeli magyar politikai elitnek, amennyire ma rájuk emlékezünk, és a körülöttük levő kortárs, hasonló politikai kvalitásokkal bíró arisztokratákat pedig hát sokkal kevésbé tartotta meg a közgondolkodás. A 16. században talán egy kicsit jobban állunk, Nádasdy Tamásra, hogyha gondolunk a reformáció köréből, vagy Perényi Péterre, szintén a Mohács utáni időszakból, de hát ha 17. század közepén kellene világi arisztokratákról beszélnünk, talán Eszterházy Pál lenne még az, akit rögtön ide tudnánk sorolni, de utána jóval nehezebb gondunk lenne, úgyhogy ez mindenképp elgondolkodtató, hogy vajon minek köszönhető az Zrínyi család ilyen mélyfokú tisztelete, ismerete, ami ma van Magyarországon, olyannyira, hogy rendkívül élő dolgokról lehet beszámolni az Zrínyi család történetével kapcsolatban, illetve az Zrínyi család beprezentációjával kapcsolatban, reprezentációjával kapcsolatban. Két dolgot hoztam ide, mind a kettő tényleg annyira friss, hogy szinte meleg. Az egyik egy unikális kiadvány, a Zrínyiek századai címet viseli, amit a Zrínyi könyvkiadó jelentetett meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában, Hausner Gábornak a főszerkesztésében, és tényleg nagyon különleges módon, mint könyvészetileg is különleges módon, rengeteg sok eredeti forrásnak a reprodukciójával készítették el 2021-ben több szerző részvételével ezt a kiadványt. A másik pedig egy fotó a Magyar Nemzeti Múzeumban, egy most is pillanatilag is látogatható horvát-magyar közös múlt Ars et Virtus nevet viselő történeti kiállításának az egyik termében vagyunk, ami az Zrínyiek terme nevét viseli, tehát olyannyira a 800 év, ami egy rendkívül gazdag és termékeny időszak, ha úgy tetszik, 1102-től, Könyves Kálmán koronázásától egészen 1918-ig, a hazúr magyar monarchia felbomlásáig, annak a közös államközösségnek, amit a horvátok és a magyarok megteremtettek,
és egymás gazdagítva lehet azt mondani, jóval több volt a közös kapcsolódási pont ennek a két nemzetnek a történelmében, de hát ebben annyira pregnáns az Rínyi családra való hivatkozás ma, mint emlékezet, hogy lám-lám külön termet kaptak az Rínyiek ebben a kiállításban, és olyan eredeti tárgyakat lehet itt megtekinteni, először talán a magyar történelemben, reméljük, hogy nem utoljára, mint a Szigetvári Zrínyi Miklósnak a kardja, illetve a díszes fejvédője, ami szerencsére fennmaradt, hiszen 1566-ban nem volt vele Szigetvár várában, hanem a családi gyűjteményből került Tiroli Ferdinánd főherceg udvarába, Ambrászi kastélyába, majd onnan az innsbrucki gyűjteménybe. De szerencsére megvan, és ez is már azt mutatja, hogy a Habsburg monarchián belül alig pár évtizeddel Zrínyi Miklós halála után már volt egy olyan mély kultusz, hogy elkezdték a relikviáit gyűjteni, ami nem volt szokványos azért abban az időszakban teljesen, mindenképp ennek a személynek a megbecsültségét, előkelőségét mutatja. Ahogy említettem, a képek alapján is ismerjük Zrínyi Miklóst, ismerjük mind a kettőt, de mégis fölmerül bennem az a kérdés, és aztán föl is kell tennünk, hogy melyik valóságában ismerjük, és ebből a szempontból ez egy nagyon módszertani jellegű kérdésfelvetés, maga az előadásnak a jelentős része, és azt gondolom, hogy az, hogy egyáltalán mit mondhatunk el róla, és meg tudjuk-e ragadni őt a saját kora valóságában. Ez olyan nagyon irodalomelmélet is így pillanatnyilag, ahogy hangzik, ezt megértem, de nem kell ettől félni, egy-két dia múlva végképp kiderül, hogy mire is szeretnék kiukadni ebben a kapcsolatban. És hogyha megnézzük a forrásadottságot, már közelebb jutunk a probléma gyökeréhez, hiszen az, amiből a család története elkészülhetne magának, a Szigetvári Zrínyi Miklós életrajza elkészülhetne, ennek egy jelentős részét Barabás Samu 1898-ban két kötetben megjelentette, oklevelek és okiratok, amikről tudjuk, hogy ezek alapvetően nem történeti céllal készülnek, hanem jogbiztosító, adományozó, hivatali iratokról beszélünk. Ezek a saját korának az iratai, azok a levelek, amiket hozzáírtak, azok a levelek, amik tőle jöttek, és az ő tevékenységével kapcsolatos különböző írományok, amiknek nem a történetírói megörökítés a cél. A másik, hogy a róla szóló művek, azok valójában a halála után készülnek. Tehát mindaz, amiből megrajzolható Zrínyi Miklósnak a portréja, az arról ő nem tud. Az olyan, amivel ő nem találkozhatott. És hát eltelt immár több mint 450 év, ugye 2016-ban ünnepelte Magyarország, illetve emlékezett a szigetvári ostrom 450. évfordulójára, egy óriási emlékezet anyag már az, ami rárakódott a személynek és a személyen keresztül a családnak a történetére, és ma nem tudunk úgy tenni, az lenne igazán anakronisztikus, hogyha mindez erről nem vennénk tudomást, és úgy beszélnénk Szigetvári Zrínyi Miklósról, az ő felmenőiről, az ő családi kapcsolatairól, mintha azóta nem történt volna az ő emlékezetével, az ő különböző megítélésével, hát nagyon sok minden, mind a magyar, mind a horvát történetírásban. Hát a befogadás közege az, ami folyamatosan változik, ez szintén egy közismert gondolat, de hát ebből kifolyólag minden egyes generációnak újra és újra kell értelmeznie azt, amit el akar mondani Zrínyiekről, és ebben azért nagyon nagy kilengések vannak, különböző korok mást és mást láttak meg ugyanebben a személyben, és bizony ez egyben el is távolított bennünket már az eredeti személynek a tevékenységétől, portréjától, hogy nagyon nehéz kihámozni a rárakódó emlékanyag alól az eredeti arcvonásokat. Elég csak, hogyha ez a két egyébként szintén ismertebb festmény, amelyik Zrínyiről szól. Az alsó
egy korai ábrázolás, 16. század végi ismeretlen itáliai festőnek az alkotása, Zrínyi Miklós apoteózisa, minden bizonnyal Zrínyi György megrendelésére készült, tehát a családi reprezentációnak egy különösen kvalitásos alkotásáról beszélünk, ahol az eredeti arcvonások még az emlékezet révén megragadhatóak, de hát ezen Zrínyi egy katolikus hős, amelyik vállalja Jézus Krisztussal, a keresztre feszített Istennel a kompassziót, és ezért aztán a mártíromság babérkoszorúját kapja meg az angyaloktól. Azon a tipikus barokkori ábrázolás, de hát így gondolkozott a 16. századi ember Zrínyi Miklósról magáról, és ehhez képest azért nagyban eltér, a sokkal inkább ismert, azt mondom, ahogy ismerjük Zrínyi Miklóst, és ahogy elképzeljük, ez Peter Kraft 1825-ben készült festménye, ahol Zrínyi fehér lovon, teljes harci díszben rúgtat ki Szigetvári vár belső kapuja alól, hogy a hídon keresztül aztán a törökökre vesse magát, és hősi halált halljon. Mind a kettő Zrínyiről szól, mind a kettő leplezetlenül vagy leplezve, de hat arra, ahogy mi gondolkozunk a családról, miközben nagyon más korban, a nagyon más közegnek szólnak, az egyik tényleg egy barokk időszaknak a hősét mutatja, a másik pedig, ha nem is a magyar nemzeti patriotizmus, de egy Habsburg patriotizmus terméke a Napóleon háborúkat lezáró időszakban, amikor a sok nemzetiségű Habsburg dinasztia kereste valahol a saját hőseit, és találta meg egyébként Zrínyiben, akit éppen ekkor fedeztek fel újonnan a költő Zrínyi Miklós eposzának köszönhetően. Tehát Zrínyi ismertségét koránt sem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás az elmúlt 400 évben, hanem ebben vannak olyan időszakok, amikor szinte alig beszélnek róla, a 18. század alapvetően ilyen, és nem lehet elválasztani a két Zrínyi tevékenységét egymástól, mert a költő Zrínyi irodalmi nívója, kvalitása ágyaz meg a szigetvári Zrínyi Miklósról máig vallott képünknek. És ugyanúgy beszélhetnénk róla, mint magyar hős, ahogy látjuk itt egy 19. századi alkotáson, ahol már magyarok és törökök küzdenek egymással, látszik a teljesen anakronisztikus piros-fehér zöld zászló a festményen, ahol Zrínyi ebben az időben a reformkor termékének köszönhetően, aminek mi nagyon örülünk, hiszen nyelvújítás van, hiszen a magyar nyelv államnyelvé válik 1844-ben, és mondhatnénk még ilyen dolgokat, amit alapvetően a tankönyveink pozitív jelzővel hoznak, de hát ez megjelenik a képzőművészetben, és azt lehet mondani, hogy nagyon erősen sérül Zrínyi történeti valósága ebben a kontextusban, hiszen eltűnik belőle az Zrínyi, ha a 19. századi nemzetiségi feltételeket vesszük alapul, azaz mi alapján számít valaki magyarnak vagy horvátnak, a 19. századi feltételezések alapján Zrínyi nem tartozna a magyar nemzet tagjai közé, nyelvének, nemzetiségének, származásának köszönhetően. És hát szintén ehhez az alaphoz tartozik Csontváry Koszka Tivadarnak a legkülönlegesebb Zrínyi kirohanást ábrázoló festménye, amiben egyrészt láthatjuk már a milleniumi ünnepségekben megfáradt magyar közizlésnek a kigúnyolását, groteszkét is, egyrészt, ahol hát messze nem heroikus ábrázolása látható Zrínyi Miklósnak, de ha Bene Sándor a kutatásaira figyelünk, akkor meg ő bizonyította, hogy ha Zrínyi Miklós eposzát szó szerint olvassuk párhuzamosan a festmény nézésével, akkor azt látjuk, hogy ez követi a leghűbben a szigeti veszedelemnek a képsorait. Úgyhogy ez is alapvetően kihat arra,
hogy hogyan gondolkozunk ma, mit írunk le, mit vallunk, egyáltalán hogyan állunk hozzá ahhoz, hogy kik is voltak az Zrínyiek a 16. században, és hát ezen belül, családtörténeten belül a kiemelkedő személyiség azért mindenképp piedesztálon van, tehát kutatások középpontjába sokkal több figyelem hárul rá, mind elődeire, mind utódaira, költő Zrínyit leszámítva, és hát egy zárójeles megjegyzés, a költő Zrínyi, szintén költő testvéröccse Zrínyi Péter, pedig a magyar történelmi emlékezetben azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy eltűnt, és a Wesselényi féle összeesküvés szereplőjeként van csak jelen, míg ugyanebben az időben Horvátországban Zrínyiek közül Zrínyi Péter az, aki a leghatározottabban, a legsúlyosabban képviseli az egész családot a horvát történelmi nemzettudatban. A kontextus fontossága, itt ezt megpróbálom felolvasni, mert izgalmas talán, hogy ez adja a lényegét annak, amiről eddig beszéltem. Zrínyiek századai, honnan van ez az idézet? Vasvári Pál 1848-ban vetette papírra, amikor a Kisfaludi Társaság felhívására Zrínyi a költő címmel ír egy nagyon erős, szövegileg nagyon erős pályaművet, amiben hát természetesen kitér a méltatásra. Zrínyi név honttörténet könyvünk lapjain a halhatatlanság van belerakva, ugye legfőbb polgári erény a vitézség, hazafi, tehát amint látjuk, a márciusi ifjaknak egy szellemi előképét teremtette meg Vasvári ezzel a szöveggel 1848-ban, ahol már abszolút egy magyar vitézként van jelen az irodalmi kánonban, és hát egyáltalán, mint történelmi hős, és eltűnik mögüle minden, ami mondjuk katolikus és vallásos lett volna Zrínyiben, illetve hát volt is, és mindaz, ami mondjuk Habsburg hű Zrínyi volt, miközben az egyik legfontosabb magatartás formája Zrínyinek az mégiscsak ez, és maradt belőle egy olyan honvédő magyar vitéz, akire példaként tekinthetnek fel azok a katonák, azok a magyar nevezők polgárok, akik 48-ban ugyancsak a valamiféle hatalmas külellenségek ellen hajlandóak fegyvert fogni, és akár még az életüket is hajlandóak feláldozni. És hát mindezekből jön az a kérdés, hogy hogyan lehet megírni Szigetvári Zrínyi Miklós családtörténetét, akiről baloldalon van maga a mű, illetve az a festmény, ami szintén megér majd néhány mondatot vele kapcsolatban, hiszen az egyetlen olyan alkotás, ami a saját korában készült el, minden bizonnyal a saját megrendelésére, egy kitűnő, ám ismeretlen, minden bizonnyal itáliai festőnek az alkotása Zrínyiről, akitől ebből látszik, hogy nem állt messze az önreprezentáció, ismerte ennek a jelentőségét, és hát ott van mellette egy 1840-es években a reformkorban készült, elképzelt Zrínyi, ami talán ma jóval ismertebb ennek a névnek a hallatán. Családtörténet. Hogyan lehet hozzáállni ehhez a kérdéshez, és azon túl, hogy kutatás a fő irányvonal minden ilyen munka során, de hát legalább annyira izgalmas és veszélyes terep, hogy a kikutatott forrásanyaggal mit lehet kezdeni, és mire is való, milyen céllal készült el például az Zrínyiek első családtörténete még a 17. században. 17. század, keveset tudunk róla ebből a szempontból, hiszen egy Erdély központú, egy függetlenségi háború központú magyar történelem oktatás sokkal inkább a
Betlehemnek Erdélyére, a Rákócziak Erdélyére helyezi a hangsúlyt, vagy éppen mondjuk Pázmány időszakára a 17. század elején, mint hogy a művelődés történet tekintetében megszületik a genealógia, mint tudományág, és uralkodói dinasztiákhoz hasonlóan a magyar főúri családok is ebben az időszakban törekednek először arra, nem csak az Rínyiek egyébként, de a Nádasdiak vagy az Eszterháziak is, hogy a saját családjuk történetét elkészítsék. Ez rögtön fölvet egy olyan kérdést, mi ezzel a megrendelő célja. És azt látjuk, hogy nem pusztán történeti alkotás az, amire megrendelést ad itt jelen esetben a testvérpár Miklós és Péter, hanem ez ennél sokkal mélyebb, ebben nagy adag fikció is van, de teljesen tudatosan vállalt fikció ahhoz, hogy a kor szabályainak megfelelő, irodalmi szabályainak megfelelő alkotás szülessen, azaz hiába van tudományos igényű kutatása a Zrínyi családtörténet mögött az ír származású Markus Forstall révén, aki egyébként kutathatja azt az Zrínyi levéltárat Csáktornyán a család megbízásából, ami utána szétszóródik. Ami a magyar levéltár történetnek az egyik nagy találja, hogy 1670 után az Zrínyi család levéltára hova kerül, töredékek azok, amik itt-ott előbukkannak. Ugye könyvtár pillanatnyilag kalandos úton, de Zágrábban a Nemzeti Könyvtárban kutatható. Hiába lett volna mondjuk 120 éve esély arra, hogy a magyar kormány megvásárolja, akkor sajnálta rá a pénzt, most meg bármit is megadna érte, már reménytelen, de el szétszóródik, és Forstall munkáját fel értékeli az a tény, hogy ő ezt a levéltárat még eredetiben láthatta, és azt is tudnunk kell, Zrínyi Miklós a családtörténeten túl egy család mitológiát akart a 17. századi elvárásoknak megfelelően, ahol egyszerre tanít és egyszerre gyönyörködtet a szöveg, egyszerre történetírás és egyszerre poézis, miközben a tudományos ismérveknek nagyon sok esetben eleget tesz, hiszen humanista szövegkritikából kifolyólag 17. században is ott vannak azok az okleveles szövegrészletek, amiből Forstall dolgozik, és bizony gondolkozik azon, hogy melyiknek milyen valóságtartalma lehet, melyiknek milyen motivációja lehetett, hogy annak idején azokat papírra vetették, de mégis nem okoz neki problémát, ezt pillanatok múlva látjuk is, hogy egymás mellett két családi etnogenezis történetet is felvonultasson, azért, mert a megrendelők számára időben kicsit eltérve, de mind a kettő fontos és veretes volt, miközben ez a 17. századi forráskritikát sem állta volna ki. De hát nem ez a cél, mert hogy eredetmítoszt szeretne a család, de hát más a család, más a nemzetség, és más a nemzet történeti emlékezete 17. században is. Itt a 21. században azt gondolom, hogyha belemennénk ebbe mondjuk baranyai sváb családok kapcsán, vagy magyarországi szlovák családok kapcsán, hogy milyen családtörténetek, milyen közösségtörténetek, milyen identitások vannak egyes emberek mögött, akkor rájönnénk, hogy sok esetben még ma is fikció ez a trianoni határokon belül élő emberek, mi közül mindenki magyar ezen a 93 ezer négyzetkilométeren. Az identitás kérdése az ennél sokkal összetettebb probléma, és hát ami biztos, az Zrínyiek egy horvát eredetű nemzetség, ezzel nem lehetett a 17. században sem vitatkozni, igaz, ebben az időben még nem is akartak, és hát szerencsére 1662-ben ez nem volt kérdés, hogy van egy töretlen Habsburg hűsége az Zrínyieknek, pont ezért lesz majd egy óriási megrökönyödés a császári udvarban is 1670-ben, amikor kitudódik Zrínyi Péternek a árulása, hogy olyan családok, a Wesselényi, a Nádasdi, a Frangepán és a Zrínyi olyan családok kerültek ebbe a szerepkörbe, akik korábban a Habsburg udvar leg
megbízható szövetségeseinek, arisztokrata szövetségeseinek számítottak, és minden bizonnyal szerepet játszott a megtorlás keménységében az, hogy itt kellett így példát statuálni. Na most pont ebből kifolyólag más az 1660-as években Forstall által papírra vetett gondolatoknak a olvasása 1670 előtt és 1670 után, és hát azt is látjuk, hogy a horvát nemzetség, a Habsburg hűség mellett a magyar Szent Koronához való lojalitása is megkérdőjelezhetetlen a családnak, miközben magán a szűkebb családon belül, hát ott van egy horvát etnogenezisnek a kérdése, ami pont ekkor a 17. században komoly értelmiségi vitákat generál horvát, illetve szlavon főnemesi udvarokban, egyházi értelmiségi körökben. Meg kell küzdeni a Forstallnak azzal is a családtörténet tekintetében. Ugye a családtörténet ugye az a jó, hogyha koherens az első taktól az utolsóig egy sikertörténetként lehet bemutatni, amiben hát csak ritkán fér el egy-egy fekete bárány, de hogy egész generációk essenek ki az emlékezet rostáján, hát azt azért a genealógia, mint olyan, nem szereti, és hát Forstall nagyon hamar találkozott azzal a forrásokból, hogy éppen a késő középkor, éppen a Szigetvári Zrínyi Miklós megelőző generáció, hát bizony ebből a szempontból problémás, korán sem aranykor a család történet, és több makula is ott van az iratokban a családról. És hát a két Zrínyi Miklós és Zrínyi Péter alapvetően máshogy képzeli el a saját családi múltjukat, mert amíg Zrínyi Miklós számára a múlt az a Dalmát krónikák alapján egy gót szláv eredetre megy vissza, a 6. századra, és az első Zrínyiek által ismert saját vár, Osztrovica várának, és egy fiktív Osztrovius nevű gót uralkodó sarnak a párosításából, etimológiai összemosásából hoz ki egy gót eredetet, és tesz mellé immár Forstall egy ehhez kapcsolódó forrásrészt, hogy ezt hogyan kellene értelmezni a 17. században. Addigra Zrínyi Péternél mindez már egy horvát eredet a gót helyett, és nem Osztrovius, hanem a Subicsok lesznek azok, akikre vissza lehet mutatni, mint a legjelentősebb törzsek egyike volt a Subics. Mert 1664-ben, amikor Zrínyi Miklós vadászbalesetet szenved, akkor maga az egész vállalkozás Zrínyi Péternél landol, ő a további finanszírozó, és ebben látszik, hogy nem ért egyet a két testvér, és mindegyiknek más a fontos a saját családi eredetből, és ebből kifolyólag már rögtön egy ilyen kettős eredet természettel indul a családnak a stematográfiája. És hát ma annyit tudunk erről a rendkívül komplikált Subics problémáról, hogy ez egy nagy horvát nemzetség, ami belül van egy brebiri ispán címet megszerzett ág, akik az új, egyébként nagyon jelentős méltóság miatt nevet is hajlandóak váltani, de még a brebiri ágon is belül csak egy szűkebb rész családágnak a kiváltsága lesz ennek a használata, és ezért aztán van a 15. század végi forrásokban olyan brebiri Subics a családtag, akik tudatosan nem használják, mert nem is használhatják a grófi címet, és ugyanez elmondható mondjuk a 17. században a Meli családra, ami akkor már jobbára a felvidéken él, amelyek ugyanúgy tartják a brebiri eredetet, van is erről 13. századi oklevelük, de még sincs semmilyen kapcsolatfelvétel az Zrínyiekkel, hiába ez a nagy ősközösség, itt, ahol pedig számon tartják nagyon is a rokoni kapcsolatokat, a Melicsek és az Zrínyiek között kapcsolatfelvételről nem tudunk, és az is látszik, hogy az Zrínyiek történetében van egy 1347-es erős cezúra, ugye, ami egy rezidenciaváltás is, Osztrovica helyett Zrínvárába kerül át a család, és kell újraépíteniük magukat, tehát hogy egy többszöri újrakezdés is jelen van az Zrínyi család életében, és pont ez az 1347-től terjedő időszak, mondjuk 1414-től első Zrínyi pál halálától kezdve még inkább, mondhatjuk azt, hogy lyuk az idő szövetén,
Hiába hozza Horácius Kárminálját Forstál a művének a végén, hős nemzedék csak hős ivadékot ád, ős virtus éled újra a jófajú mémben, tinóban, bércisas nem köl soha gyáva galambfiókát. Mert éppen neki kellett eltüntetni ezeket a hiátusokat a család történetéből, és hát láthatta azt is, hogy hát bizony nem csak hős ivadékok azok, akik a 15. századi Zrínyi család történetben itt-ott jelen vannak, és hát van benne káosz, akármerre megyünk különböző genealógiák alapján, azt fogjuk látni, hogy egy-egy személy kilóg belőle, és itt is például az általam itt hozott családfa egy Zrínyi Pétert kihagy a egyes generációk között, tehát Zrínyi Pál után van egy Zrínyi első Péter, és utána következik az, amelyik itt látható a családfán, és hát Zrínyi Mihályról lesz egy pár gondolatom később. De hogy én úgy próbáltam, mert hogy nagyon keveset tudunk egyébként ezekről az emberekről, és hiába a Salamon Ferenctől kezdve, tehát Forstál 17. században, Salamon Ferenc a 19. században, és Salamon nyomán azért mondjuk Matthieu Messics szintén szentelt egy komolyabb 19. századi monográfiát az Zrínyieknek, korán sem tudunk mindent, sőt, nagyon keveset tudunk ezekről a személyekről, úgyhogy inkább impresszióink lehetnek velük kapcsolatban, illetve azt láthatjuk, hogy ha elfogadjuk, hogy 3-4 generáción keresztül azért fontos tudás az, ami az adott családtagról a családon belül tovább hagyományozódhat, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, Zrínyi Pál, aki megalapozza a zrínyiek késő-középkori befolyását, az egy pár dolgot azért hozzátesz erősen a család képéhez. Az egyik a szoros-pálos kapcsolat, amit érdemes később majd kibontani, de nem véletlenül lesz majd pálos rendház Szent Ilonán, amelyik a család temetkező helyének, mauzóleumának is helyszínéül szolgál, és hát Pál az első, aki bejut a királyi család, a királyi udvarba, méghozzá Zsigmond király közvetlen környezetébe, ami egy olyan fontos lépés a Zrínyiek történetében, amit a későbbi családtagok is, aki kiesik a pixisből, ugyancsak ezt próbálja pótolni, mert a királyi szolgálat minden befolyásnak, hatalomszerzésnek valójában az alfája és omegája a késő középkorban is. Zárójelbe szeretném ezt csak mondani, de a legújabb kutatások megcáfolják, vagy legalábbis megkérdőjelezik a magyar rendiségnek azt a szokásos király és a rendek és a bárói ligák közötti hatalommegosztásnak a hagyományos felfogását, és úgy tűnik, hogy a királyi hatalom bármilyen gyenge, mégis önmagában többet ér, mint az egész nemesség vele szemben, ami fölértékeli a király környezetében töltött szolgálatot. A másik, ahonnan datálható az Zrínyiek török ellenessége, ami Szigetvári Zrínyi Miklósnak már nem kérdés. Az első Péter kapcsán 1417-ből van egy konkrét adatunk arra, hogy a Konstancban székelő Zsigmond királynak egy török követel, vagy török rabot küld, általános megrökönyödés keltve egyébként a derék konstanciakba, hiszen korábban nem láttak ilyet. És innentől kezdve, pedig még lesznek varga betűk, de azt mondhatjuk, hogy a királyi szolgálat és a katonai szolgálat az megjelenik a Zrínyiek családi eszköztárában. És hát jön az előbb említett Zrínyi Péter fia Péter, jobb hiány nevezzük így, Zrínyi második Péterként is, akiről annyit tud mondani Forstál, hogy hát ez a Péter háborúban és békében egyaránt kiváló férfi volt, minimális az az okleveles anyag egyébként, ami vele kapcsolatban fennmarad, mégis családtörténetében nagyon fontos, hogy 1464-ben, és máig nem feltárt, és lehet, hogy nem is lehet feltárni jobban, de privilégiumot kap arra, hogy saját területén nemesfém bányát nyithasson, és ennek köszönhető, Zrínyiek azon kevés család közé tartoznak, sőt, pillanatilag nem is tudnék a késő középkori magyar királyságban az uralkodón kívül más családot mondani, aki saját pénzt verett, méghozzá törvényes módon.
De az irinyiek ilyenek, és ez Péter intézi el, és megsatszolhatatlan legalábbis ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen bányajáradéki elszámolás lenne, és lenne valami képünk a gvozdánszkói ezüstbányák működéséről, ilyen nem maradt fenn, de a későbbi történetíróknál többször visszaköszön, hogy az Rínyiek mesés gazdagsága bizony ebből a ellenőrizhetetlen módon kitermelt ezüstből datálódik, és szintén Péter, mondhatom idézőjelbe, de fontos érdeme, hogy egy sikerül rangon felül házasodnia, méghozzá a Blagai család az, amelyik bekerül a Zrínyiek közé, akik jóval befolyásosabbak a 15. században, jóval komolyabb pedigrével rendelkeznek, szintén megvan az ő orszíni római családig visszavezethető saját történetük erről, és nem véletlen, hogy az első feleség és anya az Rínyi családtörténetben, akinek tudjuk a nevét, az Blagai Ilona, és megkockáztatom, hogy nem véletlen, hogy jó, a délszláv világban az Ilona Jelena név gyakoribb, mint ebben a korban Magyarország. De azért a családnál az Ilona, mint szentként való tisztelete. Elég csak a Szent Ilonai Pálos kolostorra gondolni, és a gyakori Ilona névadásra az egyáltalán nem biztos, hogy nem Blagai Ilonától kezdődhet el, és hát a másik, vagy a családtörténet érdekessége, hogy a másik legjelentősebb családtag is Ilona néven érkezik a családba, és hát a legjelentősebb Zrínyi női szereplőnk is majd Ilona lesz a 17. század végén. Meg vagyok róla győződve, ezek nem véletlen névadásoknak köszönhető. Ami nálunk Mohács, az a horvát történelemben az udbinai vagy kribavai ütközet 1493. szeptember 5-én. Azért írtam ide, mert a horvát történetírás máig szeptember 9-ei vagy 11-ei dátumot adja meg. Hiába a magyar kitűnő irodalomtörténész Borsa Gedeon már 50 éve bizonyította a dátumnak a helyes szeptember 5-ei mi voltát, de hát maradt fönn néhány beszámoló erről a csatáról. Ez egy komoly vereség a horvát nemesség számára. Ezzel együtt a korabeli beszámolókban nem említik az Rínyi családnak a vérveszteségét, holott az előkelőket azért felsorolják. Ez egy külön izgalmas dolog. Hát ebből látszik az, hogy a Forsztál idején már jelentős a család, és fontos megemlíteni, 1493-ban az Rínyiek az előkelőbbek közé tartoztak a horvát arisztokrácián belül, de már a Magyar Királyság egész arisztokráciáján belül nem, és még Horvátországban sem a legelőkelőbbek. Hát érdekes, Forsztál, amikor leírja, hogy bizony két családtag is, Zrínyi II. Péter és az ő fia, Zrínyi Pál is itt hal meg, itt hal hősi halált, és hát itt maga a hosszabb szöveg, amiben humanista módon még a pozitív szereplőként is ott van, hiszen nem az ő tanácsát követték, holott pedig, mivel veterán volt és tapasztalt, lehet, hogy még máshogy is alakulhatott volna az ütközetnek a kimenetele, de hogy ez csak arra egy fontos adalék, hogy hogyan értékelődik fel utólag, és hogy nem tudjuk azt, hogy ez az esemény, az ugye látszik, hogy nem a kortárs történetírói hagyományban kanonizálódott, hanem a családon belül őrizte meg a családi emlékezet, és ennek egyébként egy következő évben kelt okleveles emléke vagy bizonyítéka is fönnmarad, hogy a családban bizony jól emlékeztek a 17. században arra, hogy itt 1493-ban két családtag is hősi halált hal. Van két olyan érdekesség, ami mindenképp azt gondolom ide kívánkozik. Az egyik 1481, történelmi kontextus most nem tenném hozzá, de hát a lényeg az az, hogy bizony Ország Mihály nádor és Bátori István országbíró Zrínyi Pétert köztörvényes bűnökért fej- és jószágvesztésre ítélte. A vádirat szerint ugyanis Korbáviai Péter, Korbáviai Jánost,
bár hiába ő király engedéllyel utazott, Zrín várába hurcolta erőszakkal. Tény és való, hogy nem váltották be az ítéletet, tehát hogy enyhítették, és ingyenes katonai szolgálatra kötelezték, okleveles iratanyagból mindez megállapítható, de hogy itt van egy törés a család életében, ami mindenképp kihat a következő egy-két évtizedben a megítélésükre, és hát a presztízs veszteséget valahogy le kell mosni, túl kell rajta lenni. És a másik, ami a családok késő középkorban a befolyását mindig veszélyezteti, az a generációváltás. Az, hogy 1493-ban két felnőtt korban levő férfi is elesik a családból, az bizony komoly problémát jelentett, nem véletlen, hogy következő évben kérvényezni kell Ulászlónál azt, hogy vegye kegyelmébe, vegye védelmébe az akkor még egyébként kiskorú utódokat, és mindjárt látni fogjuk, hogy az 1530-as években, 1534 után, Zrínyi III. Miklós halálát követően is, milyen nehéz egyben tartani a családi birtokokat, milyen nehéz túlélni azt az időszakot, amíg a kiskorú gyermekekből nem lesz teljes jogú férfi és teljes jogú felnőtt. Két nagyon fontos személy, ami mindig meghatározó az ember életében, az az apja és az anyja, és erre a családi történetírás is felfigyelt, hiszen Zrínyi Miklós kapcsán is óhatatlanul többször előkerül az apa szerepe és az anya szerepe, és érdekes, ahogy Forsztál ír róla, itt van egy hosszabb szöveg vele kapcsolatban, de hát ez nem sok minden, őszintén szólva, hogy ennél többet várnánk egy nagy hős, szintén valószínűleg hős édesapjától, úgyhogy itt fontosabb, hogy mi az, ami nem kerül be a forsztáli családtörténetbe. Hát ehhez okleveles anyagból, 1530-ból van adatunk, és egyébként ezen kívül több más helyen is ezekből az évekből kiolvasható, hogy bizony a törökösség és az árulás vágyával illetik Zrínyi Miklóst, aki 1528-ban, miután elesik Jajca, hát úgy néz ki, hogy a saját nagyon veszélyeztetett helyen levő unamenti birtokai védelmért cserében hajlandó átengedni a területén az oszmán támadókat, azért, hogy megkegyelmezzenek neki, illetve a birtokán levő falvak lakosságának. És hát ez egy nagyon komoly vád már ebben az időben is, és nem véletlen, hogy 19. században Salamon Ferenc ki fogja satírozni a családtörténetből az apát, és hát elég dehonestálóan ír róla, mintha, tehát hogy így Hannibál és Hamilkár ókori párhuzamát használva, de hát hogy Zrínyinek nincsen egy olyan példakép az apja, hogy föl lehessen rá nézni, és ez meg is határozza egyébként a 19. század közepétől kezdve az ő megítélését apánál, aki egyébként egy aggastyánként, egy számító, törökkel lepaktáló, csak a birtokai bevételeivel törődő aggastyánként írnak le a forsztálon túl az újkori és modernkori családtörténetek, holott azért van egy komoly apai örökség, és azt látjuk, hogy a forrásokból, amennyire ez rekonstruálható Szigetvári Zrínyi Miklóshoz köthető iratanyagból, nincsen az apa emlékével való szembefordulás, sőt, hát a névadás tekintetében a Miklóssal megy tovább a név a családon belül. Van egy nagyon izgalmas elem 1566. szeptemberében, amit Cserenkó Ferenc örökít meg, amikor Zrínyi felöltözik a végső hősi halál előtt, és hát kardot választ. És a kardra Cserenkó elbeszélés alapján azt mondja, hogy hát ezt az kardot az apámtól kaptam. Az apámtól, aki engem vitézségre nevelt, és hát ezzel a karddal küzdöttem fel magamat oda, ahova jutottam. Mindezek azt mutatják, hogy valójában a Szigetvári IV. Zrínyi Miklós
az egy folytatja az apja örökségét, és hogy korán sem tartják akkora makulának a Zrínyi féle törökösséget, amivel az utókor felruházza, mint ahogy mi most esetleg gondolunk rá, vagy tényleg 19. századi irodalomban, amennyire ez olvasható. Sőt, hát van, amit ő hoz be. Tehát amikor beszéltünk, hogy Zrínyi Pál hozza a királyi szolgálat jelentőségét, Péter hozza a rangon felüli házasságnak, a török elleni küzdelemben való részvételnek a módját. Hát itt is van egy katonai szolgálat, és van egy Habsburg hűség, már a Mohácsi csatát megelőző években Zrínyi Miklós Habsburg Ferdinánd főherceg szolgálatában áll, és van egy nagyon körültekintő családpolitikája, ahova kell kiházasítani a lánygyermekeket, ugye Miklós mellett. Miklósnak jut a legjobb, természetesen Frangepán családba való beházasodással, de hát a tahiak és alapiak sem rossz partnerek a 1520-as, 1530-as években az Zrínyiek számára, és van egy nagyon szisztematikus birtoknövelés is. Ez már elsősorban nem is az apának köszönhető, nem is Miklósnak, hanem az anyai örökségnek, aki, ha nem, azt hiszem, nem lehet túldimenzionálni az ő jelentőségét. Korbáviai Ilonáról beszélünk, a Karlovics családba, a Frangepánok mellett a legjelentősebb 15. századi familiába tartozik bele, és hajlandó Zrínyi Miklós érte már egy Bakócz rokonnal megkötött eljegyzését is felbontani, vállalva ezzel azt, hogy hát Bakócz Tamás haláláig gyűlöli a Zrínyieket, megpróbálja őket is fejvesztés terhében elmarasztani az uralkodó előtt. Tehát, hogy nem könnyű 1500-as években a Zrínyiek élete, emiatt, hogy 1509-ben összeházasodik Korbávi Ilona és Zrínyi Miklós, akiről szintén itt Salamon Ferenc idézete olvasható, hát hogy ő lesz a spiritus rector, és ő lesz az az ember Zrínyi Miklós mögött, aki egy ekkora hőst nevel fel. Hát igen, ebben van az antikvitás erős asszonyi képe, sok minden benne van, de azt látjuk az 1530-as évek 36-37-ben, az apa férhalála után vagyunk már több évvel, el akarják venni a családi birtokot. És Zrínyi Ilona egyszer csak megjelenik a horvát szlavon tartományi rendi gyűlésen, és helyet foglal, és olyan hatást vált ki az ott levőkben, hogy így sikerül megfordítani ezt a folyamatot, ahol pedig az uralkodó áll a ring másik sarkában. Tehát az uralkodó próbálja a kamara számára megszerezni a szerinte jogtalanul az Zrínyiek kezén levő birtokokat, de van akkora respektje az özvegynek, hogy a fellépésével ez sikerül megakadályozni. Tehát, hogy emiatt mégsem merném azt mondani, hogy utólagos irodalmi fikció Ilonának az ilyen pozitív tulajdonságokkal való felruházása. És hát mit tudunk mondani főhősünkről, aki egy self-made man, aki nem humanista, akiről nem tudjuk, hogy tud-e írni, minimális könyvekkel való kapcsolata van, de ez nem bizonyító erejű, biztosan nem tanult egyetemeket, tehát nincsen külföldi peregrináció gyakorlata, pedig akkor azért már a révaiak, nádasdiak, tehát hogy ez nem lenne egy teljesen unikális dolog, és hát egy katonai karriert fut be, és nincs egyedül ebben a közegben, Pekri Lajos, Keglevicsek, vagy éppen a Kerecsényiek erről a vidékről ugyancsak innen indulnak el, de belőlük nem is lesz több, mint egy katonabáró. És Zrínyi Miklóst, ha értékelni szeretnénk, akkor azt tudjuk mondani, hogy óriási dolog, hogy a katonai sikereit ő át tudja transformálni politikai tőkévé, ő nem pusztán jó katona, de jó politikus is magán a magyar királyságon belül, jól mozog a Habsburg udvarban, valószínűleg van egy ellenállhatatlan modora, jó értelemben mondom, hogy már ez is fönnmarad róla, hogy tehát társasági ember, aki ösztönösen tudja, hogy hol mit kell mondani, hogyan kell viselkedni, és sehol nem kínos az ő jelenléte,
És hát van két nagyon erős jellemzője, a török ellenesség és a Habsburgok iránti hűség, és ez a Habsburgok iránti hűség még akkor is megvan Zrínyi Miklós esetében, amikor láthatólag rezeg a léc, és az a kérdés, hogy vajon Ferdinánd kamarája, tehát a magyar kamara megszerzi-e a Zrínyiek egykori korbáviai örökségből származó birtokait, és lenne lehetősége Zrínyinek árulóvá lenni. 1537 végén, 38 elején, a Górjáni csatavesztés után Hans Kácienár, korábbi császári, bocsánat, Habsburg főhadparancsnok, átáll, és oszmán kapcsolatokat keres, és ő a család jó barátja. Zrínyiek nem állnak bele ebbe, sőt, egy politikai gyilkosság részesei is lesznek Kácienár kiiktatásával, ami meghozza számukra a Habsburg udvarba belépőt, ha úgy tetszik, ezzel sikerül akár egy maffiában a bizalmat helyreállítani a család iránt, és hát nem véletlenül lehet elmondani erről az emberről, akinek a festménye itt van, hogy bizony egy második család alapító. Tehát, hogy ő lesz az, akitől a 16-17. Században azt gondoljuk és azt látjuk az Zrínyiekben, amit ma is, amiről az előadás elején volt szó, hogy a Habsburg uralkodóknál többet szerepelnek a hírekben, és tartják őket majdnem, hogy uralkodói családnak. És hát lássuk be, 1670-es években Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona házassága az egy szinte uralkodói dinasztia alapítási tervnek a része, és hát ennek a gyökerei ide mennek vissza, akit mi grófnak tartunk, ő maga is egyébként így beszél magáról, de tipikusan grófi kinevezése az Zrínyieknek nincsen, hanem valahonnan hozzák magukkal a horvát világból, de látszik, hogy nem abba a körbe tartoznak, mint mondjuk a hunyadiak vagy a szapolyaiak, akik először megkapják a 15. században ezeket az örökletes címeket. És a másik a báni pozíció, hogy mi mindent tud ez az ember összeszedni és menedzselni hosszú éveken keresztül, hogy tényleg felér 1560-as években a magyar arisztokrácia legfelső csúcsaira, nádori tisztség hiányzik neki, bocsánat, ami 1562 után, Nádasdy Tamás halála után megörül, és hát a Habsburg udvar jobbnak látja, hogyha nem neveznek ki újabb nádor, de akkor ő ott komolyan kandidál ezért, harcba száll ezért a pozícióért, de hát így is az ország második méltósága az ővé a tárnokmesteri az országbíró mellett, tehát hogy tárnokmester, dunántúli főkapitány, szigetvári főkapitány, a korabeli udvar a mai fogalmaink szerint legerősebb, legbefolyásosabb tagjai közé kell számolnunk ezt az ember, aki tényleg egy villámkarriert fut be, és hát nem véletlen, hogy utána a horvát népénekekben is végig Zrínyi bánként emlegetik, hiszen még az előtte levő években rendkívül hektikus volt a horvát szlavón báni tisztség, nem kedvelték óriási befektetéssel járt minimális megtérüléssel. Ő 15 évig viseli ezt a pozíciót, és az ő vállán nyugodott az egész horvát szlavón végvidék határvédelmének az átszervezése nagyon kritikus időszakban. Úgyhogy nem véletlen, hogy összemosódik a neve ezzel a tisztséggel, és összemosódik a neve Szigetvár várával is, ahol pedig csak 5 évet tölt el ennek a várnak az élén, de hát a hősi halál az mindent felülír ebben a tekintetben. És hát azt mondtuk, hogy az előző családtagok is tudtak körültekintően házasodni, akkor bizony azt lehet mondani, hogy Zrínyi Miklós, hát fantasztikus új dimenziókat nyit a család történetben, hiszen olyan mennyiségben születnek a gyermekek, és hát ami ennél legalább, vagy olyan annyira fontos, hogy többségük meg is éli a felnőtt kort, párt választ magának, megházasodik, és gyermekek születnek, hogy
a Zrínyiek ezáltal a magyar arisztokráciába teljesen beleszervesülnek, és amíg az előző generációja még csak a saját belső körből tudott házasodni, tahiak, alapiak, akikről az előbb szó volt, és persze a nagyon komoly múlttal rendelkező frangepánok, akiknek a magyar arisztokráciában betöltött szerepéről azért keveset tudunk, és úgy néz ki, hogy nem annyira jelentősek, mint mondjuk a délvidéken. Hát ehhez képest itt a guti országok, a balassiak, a turzók, forgácsok, Zrínyi György szerintem tudatosan, mint a család nevét és birtokai továbbvívő legidősebb fiúgyermek már kifele Anna von Arkóval vagy Stuberberg Zsófia Barbarával köt házasságot, de hát a Batthyányiak szintén itt vannak, Bánfiak, tehát lehet látni, hogy a magyar politikai elittel házassági szövetségre lép Zrínyi Miklós az élete utolsó éveiben, és hát ő maga is köt még egy házasságot Frangepán Katalin halála után, amiből még születik egy gyermek, Zrínyi János, de hát az ő élete már a mai magyar, vagy a korabeli magyar királyság határain kívül fog zajlani cseh területeken jobbára, és hát nem véletlen, hogy amikor itt tartunk Ferdinánd halálakor, a koronázási ékszereket, amikor viszik, illetve Miksa koronázása szintén ez az esemény, hát Zrínyi Miklós az, aki a legjelentősebb ebben a szerepkörben, és ő kapja meg a koronaviselé, vagy koronahordásának a jogát és lehetőségét. Hát ez is mutatja a korban való beágyazottságát és elfogadottságát a Habsburg udvaron belül is. Ez is mondjuk az elmúlt pár év kutatásaiból derült ki, hogy ugyanis a szakirodalomban többször felmerült, hogy esetleg Zrínyit nem szerették a Habsburgok, és 1566-ban tudatosan magára hagyták volna. Most az látszik, hogy amikor újabb és újabb kinevezések történnek Zrínyi kapcsán, akár a tárnokmesteri, akár a dunántúli főkapitányi pozíció, akkor a Habsburg uralkodó, különösen Habsburg Ferdinánd egészen haláláig mellszélességgel kiáll híve és védence mellett, úgyhogy nem véletlen, hogy ez a Habsburgok és Zrínyek közötti nagyon szoros kapcsolat, ez itt a legmagasabb szinten zajlik az 1560-as években, és ez is Szigetvári Zrínyi Miklósnak a számlájára irandó pozitív értelemben, úgyhogy méltán tekinthetjük őt a Zrínyi család koraújkori hírnevének és hatalmának a megalapozójának, amiben ott vannak azért az ősök, nem is kevés, de Zrínyinek sikerül ebből a szempontból is szintet lépni és egy másik dimenzióba helyezni a családot. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi technikai katasztrófát is túlélve, de együtt voltunk és végighallgattak.